hogy a betegeknek el kell vinni a szívecskéket, és ha elvisszük, akkor sok pénzet kapunk érte, és a betegeknek odaadjuk a pénzet. Az óvodás gyermekek már jól tudják, ha a kupakokat összegyűjtik, akkor betegséggel küzdő társaikon segíthetnek. Természetesen az intézmény óvodapedagógusai ezen kívül a környezetvédelemre való nevelés kapcsán is fontosnak tartják évek óta a kupakok gyűjtését. Ne eldobáljuk ezeket a műanyag kupakokat, hanem beszéltünk itt a gyerekekkel, az óvodában már régóta arról, hogy a kupakokat újrahasznosítják, és hogy mik azok a tárgyak, amiket készítenek belőle. Többek között például popsi csúszkát is, amivel mi csúszkálunk télen. A Mesevár óvodába járó két gyermek apukája kereste meg az intézmény óvodnőjét, hogy a munkahelyének a Dunaföldvári Malomnak köszönhetően szívesen készítenének el egy tartós kupakgyűjtőeszközt, amivel még inkább ösztönzik a gyermekeket a műanyagok gyűjtésére. Mi arra gondoltunk, hogy itt az óvodában több helyen papírdobozban és egyéb helyeken gyűjtenek kupakot, és arra gondoltunk, hogy ennek valamilyen szebb formáját megtesszük, és szerencsére van olyan ügyeskező szakember a cégünknél, Slámer István, aki magára vállalta ezt a feladatot, hogy elkészíti, mi biztosítottuk hozzá neki az eszközöket, anyagokat, és hát ebből született meg ez a kupakgyűjtő szív, ami azt gondolom, hogy egy maradandó, illetve egy megfelelő lehetőséget is biztosít a kupakoknak a gyűjtésére. Több ezer darab kupak belefér a gyűjtőbe, a felajánló zsákokban mérve 10 lisztes zsákra tippeli a szív befogadó képességét. Az összegyűjtött kupakok minden alkalommal egy-egy beteg gyermek gyógyulását segíti majd.